iskola utolsó csengő elhangzott június közepe tájékán. Másnap reggel már ültünk be a kocsiba, édesanyámik így ledobtak nagymamánál, és akkor augusztus 30-án meg hazavittek, hogy éppen az iskola előtt azért még egyet legalább az arcunkat mossuk meg, aztán így körülbelül ennyi. Mivel nekem szüleim 90-ben a forradalom után települtek ki Magyarországra, ezért nekem itt rokonságom, felmenőim és kapcsolataim voltak, tehát én a gyermekkorom nyarait itt éltem le. Állandóan ilyen szereplési kényszereim voltak. Értelmet nyert az, hogy én miért akartam ezt. Én valahol mindig is szerettem egy picit azt, hogyha figyelnek rám az emberek. Elkerültem pár versmondó versenyre, amiket viszonylag jó eredménnyel zártam, és aztán elkezdett egyre jobban érdekelni az, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy ne csak a ilyen versmondó verseny szintjén, hanem egy picit magasabb szinteken. Nekem ez a Vásárhely, ez egy második otthonom volt. És akkor itt láttam, hogy felvételt lehet nyerni az itteni egyetemre, tehát elvégeztem az 5 év képzést, ebből ugye a 3 év alapképzés, 2 év mesterképzést, és aztán valahol itt ragadtam. Erdélyben miért jó magyarnak lenni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából azt megélni, hogy még mindig fenntartjuk igazából ezt az egész kultúrát. Itt meg jó érzés magyarnak lenni, vagy jó érzés úgy magyarnak lenni, hogy közben tudom azt, hogy ugye elfogadnak minden formában. Még úgy is, hogyha ha időnként azzal viccelődnek, hogy én tápos vagyok. Én Bálint Őrs vagyok, 30 éves, színész, a Tompa Miklós Társulat színésze vagyok, és hát jelenleg itt élek Marosvásárhelyen.